Kaposvár-Paks mérkőzés következik tehát az OTP Bank Liga 29. utolsó előtti fordulójában. Mind a két együttes hát vagy rossz időszakot ért meg, vagy a tavasz nem sikerült úgy, ahogy tervezték. Jelenleg a paksiak 11-ek az OTP Bank Ligában 35 ponttal és 2 ponttal előzik meg a 12. helyen álló Kaposvári Rákócit. Negyed órája tart a meccs, most már több mint negyed órája. Eddig nincs gól. Nem volt rossz lövés az. Eltekerte a hosszú oldalra. Haruna azonban egy kicsit erősebb, vagy pattogósabb, akkor lehet, hogy nagyobb gondot okoz Csernyánszkinak. Így azonban könnyedén ért le a hosszú oldalra. Nagyon könnyen meg lehet zavarni Csernyánszkit a lelőtt labdákkal, tehát a pattintott lövésekkel. Ez most már második vagy harmadik alkalommal derül ki itt a mérkőzésen. 24. perc a meccsen, túl vagyunk az első félidő felén, nincs gól. Epörgethet labda középre, Eppel! Elmegy keresztbe és beleért Hajduk. Fél órája tart a Kaposvár-Paks bajnoki mérkőzés itt az OTP Bank Liga 29. fordulójában. Wartner a 16-oson belül fejjel átveszi, Wartner! Tiszta helyzet a visszapattanót, Csernyánszki másodszorra is megfogja. Hát most Csernyánszki nagy bravúrt mutatott be. Én úgy gondolom az első védése is komoly volt, a másiknál mászdia is volt, de hát az is kell. Nagyon szépen csinálja, minden rutinja benne volt. Iger mellett, hogy bevitte a labdát. Wartner próbál zavart okozni. Igert meg is zavarja, odaért. Szép fejes! Gól! Ó, kérem, ekkora gól! Balázs Benjamin talán maga sem hitte, hogy ez így fejeződik be ez a támadás. De azért némileg határozatlan volt a paksi védelem, én úgy gondolom. Talán Fiola Attila volt az, aki mellett fölment Balázs, és fejelt. És úgy fejelt, hogy abban a pillanatban, hogy elindult a labda, Csernyánszki már tudta, hogy nincs esélye. Jól tekeri át a hosszú oldalra, kapás, óriási tvét Hajduk! Az igen! Nagyszerű a mozdulat, a lövés is, de a kapus teljesítmény is dicséretes, én úgy gondolom. Itt van még egyszer a beadás. Szafarics középre, kapásból fölé. Balázs volt az megint, ha jól láttam, aki fölé lőtt. Ott mozog keresztbe, így van, az öt és felesen belülről lőhette el kapásba a labdát, hát nem sok hiányzott a második kaposvári gólhoz. Ime még egyszer. Pedro még bele tud tolni, Lázok pedig nagyon keményen érkezett oda, és lapot is fog kapni, pirosat. Pirosat kap Lázok János egyből. Fölé. Megszerezhette volna a Kaposvár és saját maga második gólját Balázs Benjamin, de fölé emelte. De most nézzük ezt a kaposvári támadást. Jan szépen tette vissza. Jó a középre tett labda, és egy szép megoldás Pavlovicstól, Csernyánszki azonban lehúzza. Ha ez gól, akkor igazán pengés gól lett volna. Így csak egy szép momentum. Nem játszott jól a Paks, és kikapott. Nem hiszem, hogy ez bármiféle változás jelent, mert a veresség ténye az a fájdalmas, és nem hiszem, hogy vigasztalta Szivicset az, hogy mondjuk a Debrecen ellen lényegesen jobban focizott a paksi csapat. Itt egy olyan mérkőzés játszott a Kaposvár és a Paks egymással, amely nyomaiban sem hasonlított a két évvel ezelőtt játszott 4-4-es mérkőzésre, de még az őszi 2-1-es találkozóra sem.